Nem áll rosszul Magyarország gazdasága, kezdte előadását Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke Nyíregyházán a Közgazdasági Társaság rendezvényén. Az elmúlt évben 2%-os volt itthon a gazdasági növekedés, ez európai viszonylatban is jónak mondható. Továbbá 2016-ban 1,7%-os volt GDP arányosan az államháztartási hiány, az államadóság a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya 6. éve csökken. A gazdasági növekedést hajtják ebben az évben az uniós pénzek is, mondta előadásában Kovács Árpád, aki szerint akár 1,5-2%-kal is hozzájárulhatnak a hazai GDP-hez jövőre. Ha jól összejön, akkor a 4% környéki növekedés az Magyarország számára realitás, ami egy nagyon jó szám, fölötte van az Európai Uniós növekedési átlagnak. A bevételek a múlt évben nem alakultak rosszul. Az államháztartás bevételei azok minden elképzelés fölülmúlóan pozitívan alakultak, hiszen egy viszonylag szerényebb növekedés mellett is, hát decemberben lehetőség nyílt arra, hogy egy 1000 milliárdos nagyságrendű, korábban nem tervezett forrást biztosítsunk azokra a célokra, amelyekre úgy tűnt, hogy nem jut pénz, egészségügy rendbetételére, bérekre, oktatási célokra, egyházi célokra, tehát fejlesztési célokra is. A magyar gazdaság külső sérülékenysége jelentős mértékben csökkent, Magyarország felminősítése újabb kapukat nyitott a befektetések előtt, mondta Kovács Árpád. Aki előadásában arról is beszélt, hogy az alacsony bérek visszafogták Magyarország versenyképességét, ezért szükségszerű volt a tavalyi bérfejlesztési csomag, ami az állami és a versenyszektort is érintette. Igazán csak néhány hónap múlva derülhet ki, hogy ennek milyen hatása lesz a gazdaságra nézve. A bevételek szempontjából, ahogy én tudom, az első 3 hónap, a január-februári adatot biztosan tudom, a március végi adatot még nem láttam. Ezek az adatok azt mutatják, hogy egyelőre nem tört meg a bevételeknek a dinamikája. A nagy kérdés, és erre igazán válasz június környékén lehet, majd május-június környékén mondani, hogy ez milyen kieséseket hozott az államháztartásban ez a tétel. Nem csak a minimál bér van jelen, hiszen ez egy komplex bérjellegű csomag, de úgy gondolom, hogy ezeknek a hatása, ha lesz is átmeneti kiesés, ki fog egyenlítődni. Kovács Árpád jelentős összegnek és nagy arányú támogatásnak nevezte azokat a forrásokat, amit gazdaságfejlesztésre használ fel a költségvetés. Ez a tavalyi évben 3500 milliárd forintot tett ki. A következő években a költségvetési stabilitás és a versenyképesség megőrzése miatt is kihívás lesz a termelékenység javítása, a beruházási kedv élénkítése és a szakképzett munkaerő megtartása. A világgazdasági folyamatokat elemezve az energiaárak növekedéséről beszélt, a bankrendszert törékenynek nevezte, a tartósan alacsony kamatokat pedig kockázatosnak vélte. A romló demográfiai adatok szintén kihívást jelenthetnek a munkaerőpiacon.